Hét új játékossal a keretben, Márton István irányításával vágott neki a bajnokságnak a Nyírbátori FC. Mivel a 18 csapatos mezőnyből 5 vagy 6 együttes búcsúzhatott a keleti csoporttól, a bennmaradást tűzte ki célként a Bátori Gárda. Az első fordulókban gyűjtögették is a pontokat Illés Gyuláék, aztán viszont következett egy negatív sorozat. A 8. fordulót követően a 16. helyen állt a csapat, amikor a vezetők úgy döntöttek, hogy megválnak az edzőtől. Játékos edzőként Ambrusz Árpád vette át a szakmai munka irányítását, akivel a téli szünetig hátralévő 10 fordulóban 15 pontot gyűjtött a Nyírbátor. Tavasszal is jöttek a sikerek, hamar eldőlt, hogy nem lesznek kiesési gondjai a csapatnak. A 29. fordulót követően már a tabella 4. helyén állt a Bátor, a hátralévő 5 fordulóban azonban már csak 1 pontot szerzett a csapat, amely így a keleti csoport 11. helyén zárta a 2016-2017-es szezont. A csapat egy hullámvasúton volt az egész bajnokság során, jól kezdtünk, visszaestünk, aztán nagyon előreléptünk, majd a végén, úgymond a középmezőny végén végeztünk, annak ellenére, hogy 11. vagyunk, pár pontra volt csak a 4.-5. hely, összességében elégedett vagyok. A klubelnök szerint megfelelő körülmények között tudnak dolgozni, így biztosított a nyírbátori csapat jövője. A tárgyi feltételeink adottak az osztályban szereplő csapatokhoz képest, talán még jobbnak is mondható, bár mindig van célunk, hogy mit szeretnénk fejleszteni is. Az anyagi feltételeink azok már szerényebbek. Úgy gondolom, hogy ebbe az osztályba inkább az utolsó harmadban tartozunk, de igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy elég legyen mindenre. A nyírbátoriaktól minden bizonnyal több játékos is távozik az átigazolási időszakban. A vezetők azt szeretnék, ha fiatal, környékbeli településekről származó futballisták tudnák pótolni a távozókat. A szakmai munkát továbbra is Ambrusz Árpád irányítja, a felkészülés július 4-én kezdődik, az első edzőmeccset pedig július 8-án a Kisvár ellen játsza Nyírbátor.